Elkérem a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónéjét, Cserés Sándornét megnyitó és köszöntő beszédének megtartására. A Tiszalöki óvodák, a Teleki Blanka Gimnázium és a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületei nevében, tanulói nevében nagy szeretettel köszöntöm polgármester urat, kedves vendégeinket az olimpia tiszteletére megrendezett olimpiai sportgálánkon. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen sokan megtiszteltek érdeklődésükkel. A sportgála bevételei a résztvevő intézmények sportfelszereléseinek gyarapítását szolgálják, tehát támogatóinkat is köszöntöm. Az olimpia évében a mi intézményünkben már hagyomány, hogy torna bemutatót rendezünk. Az idei évben sportgála néven szerveztük ezt a programot, bevonva az óvodákat és a helyi középiskolát is. Jó lehet, a felkészülés igen nagy terhet jelent a gyermeknek, pedagógusnak egyaránt, mégis úgy éreztük, e rendezvény révén is bizonyíthatjuk, hogy készek vagyunk az erőpróbára, s az elméleti ismereteken kívül edzett gyerekeket nevelünk. Az olimpia nemzeti hovatartozás nélkül fogja össze a világ sportolóit azzal a céllal, hogy bemutassák, a sport az akaraton, a jellembeli meggazdagodáson túl csodálatos eredményekre teszi képessé az ember. Nem tenne eleget nevelő feladatának az az iskola, ha csak szellemi tudással vértezné föl a diákokat. Az egészséges életmódra is készülni kell, és ez csak megterhelések próbájával lehetséges. A technika fejlődése révén arra törekszik az emberiség, hogy életét minél kényelmesebbé tegye. Ez érthető, természetes kívánság. De maga a kényelem, az elkényelmesedés is veszélyt jelenthet. A veszélyek elhárításához, az akadályok legyőzéséhez vezető úton az első lépést az az ember teszi meg sikeresen, aki képes arra, hogy legyőzze önmagát. És éppen ebben áll a rendszeres testedzés talán legfontosabb haszna, hogy bebizonyítsa az ember önmagának, mire képes. Ha a fiatal rádöbben, hogy kellő gyakorlással, kitartással, a készülés, az edzés vállalásával, szakszerű segítséggel képes eljutni a távolság, a sebesség legyőzéséig, akkor nem csak megerősödik, nem csak egészségesebben él, hanem olyan önbizalomra is szert tesz, amely élete számtalan nehéz percében óriási segítséget nyújt a számára. A testnevelés, a sport az öröm forrása is. Ez az öröm nem a másik ember fölötti diadal érzéséből fakad. Ennek az örömnek a forrása a képességeink kiteljesedésében rejlik. Más szemmel nézi a világot, másképp éli az életét az az ember, aki a rendszeres testedzés hozzászoktatott ahhoz, hogy az élet kihívásaival szemben nem áll végtelenül. Ma sportbemutató előtt állunk. Szeretnénk ízelítőt adni a kedves szülőknek, vendégeinknek abból, hogy tanulóink a kisebbektől a legnagyobbakig mennyire szeretik a harmonikus mozgást, a ritmust, a zenét. Reméljük, megnyerik tetszésüket az összeállított gyakorlatok, s a látványos kiegészítők is kedvükre valók lesznek. Kedves gyerekek! Szüleitek vendégeink előtt bizonyíthatjátok, hogy a sok előkészületnek, gyakorlásnak eredménye van. Tudom, valamennyien a legszebben, a legjobban próbáltok szerepelni a mai délutánon. Ezt mi el is várjuk tőletek. Végezetül bevezető gondolataim zárásaként a sportét értékéről a következő gondolatokat mondom. Mindenkinek vannak álmai. Álmainak megvalósítása azonban elhatározást, önfeláldozást és kemény erőfeszítést igényel. Ezek a tényezők azonban életünk mindennapjaiban is meghatározóak. Nem csak magát, a sportot sajátítja el az ember, hanem mások tiszteletét,
életünk erkölcsi normáit, életstílust, bánásmódot társainkkal szemben, és az együttélés legfontosabb szabályait. Sportgálánkat megnyitom, jó szórakozást kívánok!